Az első fejezet a növények birodalmának sokszínűsége és alapjai. A növények világa elképesztő sokszínűséget mutat, amely az egyszerű mikroszkopikus algáktól a monumentális mamutfenyőkig terjed. Ez az élőlénycsoport létfontosságú szerepet játszik a földi élet fenntartásában, hiszen nélkülük az ökoszisztémák működése elképzelhetetlen volna, a növények egyedi tulajdonságai Például a fotoszintézis képessége nem csupán az élővilág más résztvevőinek táplálékát biztosítják, hanem a bolygó légkörének oxigén tartalmát is szabályozzák. Az élőlények fejlődése során a növények az egyik legkorábban kialakult csoportot képviselik. Az első növények valószínűleg a tengerekben jelentek meg, ahol a kékeszöld algák, más néven cianobaktériumok fontos szerepet töltöttek be az oxigéntermelésben, ezek az ősi algák az evolúció során fokozatosan egyre bonyolultabb szerveződésű növényekké fejlődtek, amelyek képesek voltak a szárazföldi környezet meghódítására, a növények birodalmát két fő csoportra oszthatjuk, az egyik az egyszerűbb felépítésű, spórákkal szaporodó növények, amelyek közé tartoznak a mohák, az uzmók és a harasztok. Ezek általában nedves környezetben élnek, és nem fejlesztenek ki valódi gyökereket vagy szárakat, a másik csoportba a fejlettebb magvakkal szaporodó növények tartoznak, amelyek magukban foglalják a zárva termőket és a nyitva termőket. Ezek a növények már bonyolultabb szerkezeti elemekkel rendelkeznek, például virágokkal, termésekkel és érrendszerrel, amelyek lehetővé teszik számukra a szárazabb környezetben való fennmaradást. A fotoszintézis a növények legfontosabb folyamata, amely során a napfény energiáját kémiai energiává alakítják, széndiokszidot és vizet használva fel cukrok előállítására. Ez a folyamat alapvető fontosságú az egész ökoszisztéma számára, mivel táplálékot biztosít a növényevő állatoknak, és közvetetten az ember számára is. A fotoszintézis során keletkező oxigén nélkülözhetetlen a légköri egyensúly fenntartásához, és a földi élet legtöbb formájának fennmaradásához, a növények szerepe azonban nem merül ki a táplálék biztosításában. Egyes növények, például a mohák és az uzmók, kulcs szerepet játszanak az erózió szabályozásában és a talajképződésben. Mások, mint például a harasztok és a zárva termők, különleges ökológiai fülkék létrehozásával gazdagítják az élőhelyeket és biztosítják a biológiai sokféleség fenntartását, a növények tehát nem csak a földi élet alapját jelentik, hanem a különböző ökoszisztémák stabilitásának zálogai is, egyedülálló képességeik és elképesztő alkalmazkodó képességük miatt a növények alapvető szerepet játszanak a földi életben. Az egyszerű algáktól kezdve a bonyolult virágos növényekig mindegyikük fontos része az élet körforgásának. Az evolúció során kialakult változatosságok, felépítésük és működésük egyaránt lenyűgöző és alapot ad a Föld élővilágának sokszínűségéhez. A növények világa egyszerre a természet egyik legszebb és legérdekesebb csodája. A második fejezet. A növények evolúciós jelentősége és alkalmazkodó képessége. A növények evolúciós fejlődése alapvetően határozta meg a földi élet alakulását, az első algák és cianobaktériumok megjelenése után a fotoszintézis képessége lassan tökéletesedett, lehetővé téve az oxigén felszaporodását a légkörben. Ez a folyamat a későbbi szárazföldi növények kialakulásának elengedhetetlen előfeltétele volt. A növények képessé váltak arra, hogy alkalmazkodjanak a környezeti változásokhoz, és meghódítsák a szárazföldet, amely az élővilág további fejlődésének alapját képezte. A szárazföldi növények megjelenése forradalmi lépést jelentett az élet evolúciójában. A mohák és harasztok voltak az első olyan növények, amelyek részben képesek voltak elviselni a szárazabb környezetet, ezek az élőlények azonban még mindig erősen kötődtek a nedves élőhelyekhez, mivel szaporodásuk víz jelenlétéhez volt kötve. Gyökérzetük, száruk és leveleik egyszerűbb szerkezetűek voltak, mint a későbbi fejlettebb növényeké, Azonban ezek a tulajdonságok is jelentős előnyt biztosítottak számukra a túléléshez, a harasztok, például a páfrányok és zsúrlók további fontos lépést jelentettek a növények evolúciójában, ezek a növények már fejlettebb szállító szövetekkel rendelkeztek, amelyek lehetővé tették számukra a víz és a tápanyagok hatékonyabb szállítását, a növény belső részeiben. Ez a tulajdonság lehetővé tette számukra, hogy magasabbra nőjenek, és így előnyt szerezzenek a napfényért folytatott versenyben. A harasztok szaporodása még mindig a spórákon alapult, amelyeknek vízre volt szüksége, de már megjelentek bennük az érrendszer kialakulásának alapjai, amelyek később a magvakkal szaporodó növények számára is létfontosságúvá váltak. A magvakkal szaporodó növények, a nyitva termők és zárva termők egy új korszakot nyitottak az evolúció történetében. A nyitva termők Például a fenyők már képesek voltak magok segítségével szaporodni, ami sokkal nagyobb túlélési esélyt biztosított számukra szárazabb, zordabb környezetben is. A magok lehetővé tették, hogy a növények szaporodása kevésbé függjön a közvetlen vízellátástól. Mivel a magok védőburka biztosította a csirázásokhoz szükséges körülményeket, a fenyők hatalmas kiterjedésű erdőket alkottak, amelyek nem csak az élőhelyek sokféleségét növelték, hanem óriási hatással voltak a bolygó klímájára és széndiokszid megkötésére is. A zárva termők, amelyek közé a virágos növények tartoznak, az evolúció csúcspontját képviselik a növények világában. Ezek a növények bonyolult szerkezeti elemekkel rendelkeznek, mint például a virágok és termések, amelyek nem csak a szaporodást segítik elő, hanem a beporzó állatokkal kialakult szimbiózis révén tovább növelik a sikerességüket, az árvatermők termők egyedülálló adaptációs képességükkel szinte minden környezetben megtelepedtek, a trópusi esőerdőktől a sivatagokig, és létrehozták a földi biomassa jelentős részét. Az evolúció során kialakult növényi sokszínűség a földi élet alapját képezi. A növények nem csak az oxigéntermelésben termelésben játszanak kulcs szerepet, hanem táplálékot, élőhelyet és stabilitást biztosítanak az ökoszisztémák számára, Alkalmazkodó képességük és bonyolult életfolyamataik egyértelműen kiemelik őket az élővilág többi tagjai közül, és nélkülözhetetlenné teszik őket a föld élőrendszereinek fenntartásában. A harmadik fejezet a növények szerkezeti és működési sajátosságai. A növények szerkezete és működése egyedi és bámulatos összhangban dolgozik a túlélés és az alkalmazkodás érdekében. Ezek az élőlények különféle struktúrákat fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan felvegyék a szükséges tápanyagokat, vízforrásokat, valamint hogy a napfény energiáját hasznosítsák. Az évmilliók során tökéletesített felépítésük és funkcióik az evolúció lenyűgöző példái. A növények alapvető szerkezeti elemei a gyökérzet, a szár, a levelek és a virágok vagy spóra termelő szervek. A gyökérzet fő funkciója a növény rögzítése és a talajból való víz és ásványi anyag felvétel. A gyökerek szoros kapcsolatban állnak a talaj mikrobiális közösségeivel, például a gombákkal és baktériumokkal, amelyek elősegítik a tápanyagok lebontását és elérhetővé tételét a növény számára. Ezt a kapcsolatot mikorizának nevezzük, amely egy kölcsönösen előnyös együttműködési forma. A szár a növény szállító szövet rendszerének központi eleme, amely az érrendszerhez hasonlóan működik. Két fő szövetből áll. A xilém, amely a vizet és az ásványi anyagokat szállítja a gyökerektől a levelekig, valamint a floém, amely a fotoszintézis során termelt cukrokat továbbítja a növény többi részébe, a szára mellett a növény mechanikai tartását is biztosítja, lehetővé téve, hogy magasabbra nőjön és jobban hozzáférjen a napfényhez. A levelek a növények fotoszintézisért felelős szervei, a levél szerkezete rendkívül alkalmazkodó a fénygyűjtéshez és a gázcseréhez, a levél belső szövetei, különösen a mezofil sejtek, tartalmazzák a kloroplasztiszokat, amelyekben a fotoszintézis zajlik, a leveleken található gázcserenyílások, az úgynevezett sztómák, szabályozzák a széndiokszid felvételét és az oxigén kibocsátását, miközben segítenek a vízveszteség minimalizálásában, a levelek erezete biztosítja a tápanyagok és vízszállítását, valamint mechanikai támaszt nyújt a levél számára. A virágok és spóra termelő szervek a növények szaporodását szolgálják, a virágos növények esetében a virágok különböző részei, mint például a bibe, porzók, sziromlevelek és csészelevelek, Mind egyedi szerepet töltenek be a beporzás és a magfejlődés során, a nyitva termők és zárva termők közötti fő különbség a magkezdemény elhelyezkedésében rejlik. Míg a nyitva termőknél a magkezdemény szabadon helyezkedik el, addig a zárva termőknél termés veszi körül, a növények működése szorosan összefügg a környezeti tényezőkkel, mint a fény, a víz, a hőmérséklet és a tápanyagok elérhetősége. A növények fotoszintetikus aktivitása például erősen függ a nap intenzitásától és minőségétől. Az adaptációs képességük teszi lehetővé, hogy a növények különböző környezetekben is fennmaradjanak, a sivatagok szárasságától a trópusi esőerdők páradús klímájáig. A növények szöveti és szerkezeti összetettsége nem csak a saját túlélésükhöz járul hozzá, hanem alapot ad más élőlények fennmaradásához is. Egyes növények, mint például a mohák és az zuzmók talajképző szerepet töltenek be, míg mások, mint a fák, élőhelyet biztosítanak számtalan állat- és növényfaj számára. A növények tehát nem csak az ökoszisztémák építőkövei, hanem az élet fenntartásának központi elemei is. A negyedik fejezet A növények ökológiai szerepe és az emberi életre gyakorolt hatásuk. A növények ökológiai szerepe nélkülözhetetlen a Föld életközösségeinek működésében. Ezek az élőlények nem csak az oxigéntermelés révén biztosítják a légkör stabilitását, hanem táplálékot, élőhelyet és egyensúlyt nyújtanak számos más faj számára. Az emberiség története során a növények alapvető fontosságúak voltak az élelmiszertermelés, a gyógyszerek, az építőanyagok és az energiaforrások biztosításában. A növények nélkül az emberi élet elképzelhetetlen lenne, és a modern ökoszisztémák sem működhetnének fenntartható módon. Az ökológiai rendszerekben a növények elsődleges termelőként működnek. A fotoszintézis során napfény, víz és széndiokszid segítségével szerves anyagokat állítanak elő, amelyek az élővilág többi tagjának energiaforrását jelentik. A növények által előállított biomassa nem csak a növényevő állatok számára biztosít táplálékot, hanem közvetett módon a ragadozók és mindenevők számára is. A tápanyagok körforgása, amely a növények lebomlásából és újrahasznosításából ered, alapvető fontosságú a talaj termékenységének fenntartásában és az ökoszisztémák stabilitásában, a növények különleges kapcsolatokat alakítanak ki más élőlényekkel, a beporzó rovarokkal és madarakkal kialakított szimbiózis az egyik legjobb példa erre. A virágos növények színük, illatuk és nektárjuk segítségével vonzák a beporzókat, akik a virágport egyik növényről a másikra szállítva biztosítják a szaporodást. Ez a kölcsönösen előnyös kapcsolat lehetővé teszi mind a növények, mind a beporzó állatok fennmaradását, és hozzájárul az élővilág biológiai sokféleségéhez. Az emberi civilizáció számára a növények jelentik a legfontosabb erőforrást az élelmiszer termelés alapját képezik, hiszen a gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök és olajos magvak az emberi táplálkozás legfőbb elemei, az ősidők óta termesztett növények, például a búza, a rizs és a kukorica, alapvetően meghatározták az emberi közösségek fejlődését és növekedését, emellett a növények nyersanyagként szolgálnak építőanyagok, textiliák, papír, valamint bioüzemanyagok előállításához. A fa, a len és a gyapot például évezredek óta fontos szerepet játszanak az emberi kultúrákban, a növények gyógyszerként betöltött szerepe szintén jelentős. Számos modern gyógyszer növényi eredetű vegyületeken alapul, például a penicillin vagy a kinin. A növények másodlagos anyagcsere termékei, mint a terpének, alkaloidok és flavonoidok, gyulladás csökkentő, antioxidáns és fertőzésgátló hatással bírnak, az ősi gyógyászatban használt növények, mint például a kamilla vagy a menta, napjainkban is széles körben alkalmazott természetes gyógymódok, a növényeknek azonban nem csak a hasznosságuk fontos, hanem az ökoszisztémák egészsége és a bolygó fenntarthatósága szempontjából betöltött szerepük is. Az erdők, különösen az esőerdők kulcs szerepet játszanak a széndiokszid megkötésében és az éghajlat szabályozásában. Az erdőirtás azonban veszélyezteti ezt a létfontosságú funkciót és hozzájárul a globális felmelegedéshez, a növények védelme és fenntartható felhasználása tehát nem csak az emberi jólét, hanem a föld teljes élővilágának fennmaradása szempontjából elengedhetetlen, a növények ökológiai szerepe és az emberi életre gyakorolt hatásuk szoros kapcsolatban áll egymással, az emberi civilizáció és a természet közötti egyensúly fenntartása. Csak akkor lehetséges, ha a növényeket tisztelettel és felelősséggel kezeljük. A növények védelme nem csak az ökoszisztémák megőrzését szolgálja, hanem az emberi jövő záloga is. Az ötödik fejezet a növények fenntartható használata és védelme a jövő érdekében. A növények nélkülözhetetlen szerepet játszanak bolygónk ökológiai rendszerében és az emberi életben. Ezért fenntartható használatuk és védelmük kulcsfontosságú a jövő generációk számára. Az emberiség az ipari forradalom óta jelentős mértékben terheli a természetes erőforrásokat, ami a növényvilág számos tagját is veszélybe sodorta. Az erdőírtás, az intenzív mezőgazdasági művelés és a klímaváltozás mind olyan tényezők, amelyek fenyegetik a növények fennmaradását és a természetes ökoszisztémák stabilitását, az erdőirtás az egyik legsúlyosabb probléma, amely a növényvilágra hat, a trópusi esőerdők, amelyek a világ legbiodiverzebb ökoszisztémáit alkotják, hatalmas mértékben zsugorodnak az emberi tevékenységek következtében. Az erdők kiírtása nem csak az ott élő növény- és állatfajokat fenyegeti kihalással, hanem jelentős hatással van a globális klímára is, az erdők szén-dioxid megkötő képességének elvesztése hozzájárul a globális felmelegedéshez, miközben a talaj eróziója és a vízháztartás megváltozása további problémákat okoz. A mezőgazdasági tevékenységek szintén komoly nyomást gyakorolnak a növényvilágra, az intenzív földművelés, a vegyszerek és a műtrágyák használata nem csak a talaj kimerüléséhez vezet, hanem a növények természetes élőhelyeinek csökkenéséhez is, a monokultúrák elterjedése csökkenti a genetikai sokféleséget, ami sebezhetővé teszi a növényeket a betegségekkel és kártevőkkel szemben. A fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok, például a váltógazdálkodás, az organikus művelés és a természetes élőhelyek megőrzése hozzájárulhatnak a növényvilág védelméhez és a talaj egészségének helyreállításához. A klímaváltozás további kihívásokat jelent a növények számára. A globális hőmérséklet emelkedése, a szélsőséges időjárási események és az asszályok mind negatív hatással vannak a növények növekedésére és szaporodására. Az olyan őshonos fajok, amelyek nem képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, fokozatosan eltűnhetnek. Az invazív fajok elterjedése szintén veszélyezteti a helyi növényvilágot, mivel kiszorítják az őshonos növényeket és megváltoztatják az ökoszisztémák működését. A növények fenntartható használatának egyik legfontosabb eszköze a természetvédelem. A védett területek, például nemzeti parkok és természetvédelmi rezervátumok létrehozása segít megóvni a növényeket és élőhelyeiket. Az ex situ védelem, amely a növények természetes élőhelyükön kívüli megőrzését jelenti, például botanikus kertekben vagy génbankokban, további biztonságot nyújt a veszélyeztetett fajok számára. Az oktatás és a szemléletformálás szintén kulcs szerepet játszik abban, hogy az emberek megértsék a növények fontosságát és felelősséget vállaljanak védelmükért, a technológiai fejlődés is lehetőséget nyújt a növények védelmére. A precíziós mezőgazdaság, amely szenzorok és műholdak segítségével optimalizálja a termelést, csökkentheti a természeti erőforrásokra nehezedő nyomást, a génmódosított növények fejlesztése lehetővé teheti az asszály és kártevő álló fajták előállítását, amelyek ellenállóbbak a klímaváltozás hatásaival szemben, ugyanakkor ezek az új technológiák etikai és környezeti kérdéseket is felvetnek, amelyeket alaposan meg kell vizsgálni. A növények védelme és fenntartható használata nem csak az emberiség, hanem a bolygó egész élővilágának közös érdeke, az ökoszisztémák egyensúlya, az élelmiszerellátás biztonsága és a globális klímavédelem mind a növényvilág egészségén múlik. Az emberiség felelőssége, hogy a jövő generációi számára is biztosítsa a természet gazdagságát és sokszínűségét. Ez csak úgy valósítható meg, ha a fenntarthatóságot a termelés és a fogyasztás minden területén előtérbe helyezzük, és tisztelettel bánunk a növényekkel, amelyek a Föld életének alapját jelentik. Köszönöm a figyelmed! Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkám, ne felejts el feliratkozni, lájkolni, és fontold meg a csatornatagságot is. Ezekkel a kis lépésekkel te is hozzájárulsz ahhoz, hogy több hasonló tartalom születhessen. Kérlek, tekints meg a kófi linket a videó leírásában. Köszönöm a támogatásod!